Szerencsváros önkormányzatának képviselő testülete pályázatot hirdetett a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény vezetői állásának betöltésére. A pályázat elbírálására létrehozott szakértői bizottság véleményét figyelembe véve, a jelölteket személyesen meghallgatva, a képviselők a június 24-i zárt ülésen Mezei Marianna közművelődési szakembert bízták meg az intézmény vezetésével. Kapcsolódik ez is valamihez. Ahonnan jövök, Felső Zsolca közművelődési intézményéből, szintén egy régi épületben kapott helyet ez a három funkciójú intézmény. Úgyhogy igaz, hogy ott kastélynak nevezik, de azt gondoltam, hogy akár az épületek is párhuzamba állíthatók. A funkció is, amit az élet, a város életébe betölt a ház, illetve az volt még, amivel szerintem esetleg hatással lehettem a képviselőtestületre, hogy tényleg a mindennapok rész, tehát a mindennapjaim részese volt az, hogy egy műemlék jellegű épületben, egy kicsi városban, hogy szervezünk kulturális életet, bármikor is, illetve hát most, egy különlegesebb helyzetben, és mondjuk ezt a testülettől kellene inkább megkérdezni, de ami még egészen bizonyos, hogy akár a szóbeli meghallgatás során, akár a pályázatom megírás, akkor fontos alap volt, hogy azt a... Tehát alapul tekinteni azokat a lehetőségeket, amit kínál az infrastruktúra, a humán erőforrás feltétel, a szokás, a helyi szokás, az épített örökség, vagy éppen a földrajzi örökség, ezeket a lehetőségeket megtölteni olyan szakmai tartalommal, ami abból építkezik, aminek itt részben vagy egészében hagyománya van, és arra hozzátenni, vagy ahhoz hozzátenni még egy kicsi pluszt, és hogy mindez élményt jelentsen. Tehát ez a hármas egység, ez a lehetőségtartalom élmény, ehhez ragaszkodom, és ez tényleg nekem is egy mankó, hogyha e köré, a három köré szervezem a rendezvényt, a programot, vagy egy egész éves, vagy egy egész öt éves programtervet, akkor talán nagyon mellé lőni nem lehet. Mariannának már gyermekkorától fontos volt a kultúra és a pezsgő közösségi élet. Ez napjainkra sem változott semmit, így elkötelezetten szervezi majd a kulturális menedzser Szerencsen és Ondon a programokat. Hegyalja kapuja nem volt ismeretlen Mezei Mariannának, hiszen a település egy kaput, vagyis egy kapcsot jelent Szerencs és szülőfaluja között. A szakember örömmel, nagy lelkesedéssel és szép tervekkel érkezett a városba Felső Zsolcáról. Nem volt számomra ismeretlen Szerencs, hiszen én pálházi származású vagyok, és azért havonta egyszer sikerül haza térni még, így gyakran átutaztam Szerencsen. Úgyhogy számomra jelentette a kaput az otthoni tájhoz, és mindig érdeklődéssel figyeltem ezt a környéket. Én úgy láttam, hogy itt vannak még kulturális, ki nem aknázott lehetőségek. Úgyhogy ez volt az egyik, hogy végül is egy ismerős területre jövök. Első munkahelyem Sárospatak, Rákóczi vár volt, és a Rákóczi gimnáziumban akkor még így hívták, hogy Rákóczi gimnázium. Végeztem a 4 évet, és ott érettségiztem. Úgyhogy a Rákóczi név sem idegen tőlem. Úgyhogy ez is biztos egy olyan momentum volt, amit lehet, hogy nem gondoltam végig pont mindent lépésről lépésre, de aztán egyszer csak összeállt a kép, hogy ez ehhez is van valami kicsi közöm. A kulturális intézmény új igazgatója szólt arról, hogy szeptemberre terveznek egy érdekes programsorozatot, amelynek a középpontjában a közelgő évszak, vagyis az ősz lesz. A szabadtéri programra várják az érdeklődőket sok szeretettel egy közös vidám szórakozásra.